Kezét csókolom, szép jó napot kívánok mindenkinek, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Balogh Gábor vagyok, a Magyar Lovasz Színház Komárom és a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésze. Dunaharasztin élek, és engem ért a megtiszteltetés, hogy Dunaharaszti Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntsem Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepén. Kérem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. A 14. századi ismeretlen költőverse, himnusz Szent Istvánról. Vígagy magyar, van rá okod, fiadnak anyja szentedé, magasztaljad patrónusod, magasztaljad mindenfelé. Fáklyát gyújtott bizony neked, a hit világát hordozá, és rendelt bölcs törvényeket, mutatván üdv útját soká. Gyécsának élte alkonyán, Isten fiút ígért, s adott. Istvánnak, Szent István után nevezték már, mint magzatot. A róla szóló jós jelen, az apja örvend, felderül. A mártír anyjához megyen, fiáról jósló hírnökül. Örvendezett a magyar haza, kivész a bálvány tisztelet. Hult égi áldás harmata, ó szent, dicső emlékezet. Serdült, virult, serény fiú, mint cédrus oly derékre nő, s mondták már, első vértanú, István nevét viselte ő. Tanítják díszes doktorok, így száll belé sok tudomány, erkölcsén nem tapadt mocsok, oly szent gyerek volt már korán. Az ifjú útra kelt hamar, az üdv malasztját vitte szét, meg is tért népe a magyar, keresztvíznek hajtván fejét. A tévejgések nemzete, im látott végre égi fényt, foszlott az éjnek fellege, buzgón az Úr jármába tért. Áldjad, magasztald és dícsérd az Istent, aki hármas egy, a Szent Király imáiért, áradjon ránk is, égi kegy. Amen.
Halmos László Hála himnusz című művét hallották a Szent Cecília kórus előadásában. Most pedig tisztelettel felkérem Velkei Károlyt, hogy ünnepi gondolatait ossza meg a hallgatósággal. Tisztelt ünneplő dunaharaszti polgárok, honfitársaim! Ünnepelni jöttünk össze, ugyan kit ünnepelünk augusztus 20-án? Kire a válasz, alapító Szent István királyunkat, a mire a válasz, hogy az államalapítást és az életet az új kenyeret. Első Istvánt az Árpádházból 1083 óta tiszteljük szentként, amikor is utóda Szent László királyunk Székesfehérváron 7. Gergely pápa engedélyével oltárra emelte, ami a szenté avatással volt egyenlő. Adalék a dologhoz, hogy testét mindaddig nem tudták a sírból kiemelni, amíg László király Salamon királynak meg nem bocsájtott Visegrádon, és ki nem eresztette a börtönből. Jobbját épségben találták, amely a mai napig is így van, körmenetben viszik Budapesten a Szent Jobbot, amely sok viszontagságot megért. Menekítették Raguzába, onnan Mária Terézia hozatta Bécsbe, onnan Budára, 1944-ben a nyilasok Kőszegre és Ausztriába vitték, és onnan kaptuk vissza az amerikaiaktól, jelenleg a Szent István bazilikában van az őrzés helye. Szent István legnagyobb érdeme, hogy megalapította a független keresztény államot, azzal a tettével, hogy a koronát nem a német-római császártól, hanem második Szilveszter pápától kérte, így nem lett hűbérese a német-római császárnak, így független keresztény államot alapított, nem úgy, mint például a csehek. Ezt jelképezi a korona is, mint ahogy itt a szobron is látható, hogy pántos zárt koronát kapott, és nem pedig nyitott abroncsot. Az országot mind a belső és a külső ellenségtől megvédte. A pogány lázadó vezéreket leverte, besenyőket 1030-ban a németeket Bécsnél visszaverte, békére törekedett. Ez szolgált a házasságával is Gizellával, testvérei házasságaival, az Orzeló családdal, Velencébe, Abba Sámuellel, ahol a Felvidéket nyerte meg. Kegyes király volt, mert vazult, nem végeztette ki, mikor ellene tört, hanem megvakítatta. Igaz, így az uralkodásra alkalmatlanná tette, de nem vette el életét. Feljegyezték, hogy Erszényében mindig hordott pénzt, amelyet a szegényeknek adott. Művelt, istenfélő ember volt, Isten kegyelméből vette az uralkodást. Minden karácsonykor a koronáját az oltárra helyezte. Mikor fiát Szent Imrét elveszítette, így utód nélkül halt meg, koronáját Isten anyjának, Máriának ajánlotta, és így lettünk Regnum Marianum, Mária országa. Ugyanezt jelképezi, most mondom, mondtam az előbben a szobor is, ugye ezt a pillanatot ábrázolja. Apostoli királynak tiszteljük, mert egyházi szervezetet függetlent alapított, a mai szóhasználattal szétválasztotta a világi vezetést és az egyházit, mert a világi központtá Székesfehérvárt, az egyházivá Esztergomot tette meg. Püspökségeket alapított, szerzeteseket hívott be a nép művelésére, kolostoriskolákat alapított, például Panohalmán, az zarándok utat az egész országon keresztül biztosította, zarándokházakat alapított Rómában, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban. Az alapított egyházi központokat javadalmakkal látta el, birtokokkal. Elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, és tartsa el papját. Ma eljutunk oda, hogy minden 10 falunak van egy papja. A vásárok megtartását azért akadta vasárnapra, hogy a templomba tudjanak menni az emberek.
perspektívát adott a népének, védte a magántulajdont, a földművelést általánossá tette, és ezzel a tettével letelepítette a magyarságot, megváltoztatta az öröklési rendet, a hűbéri társadalom alapjait tette le ezzel. Nem kandalandozunk tovább, hanem dolgozunk a bencések óra et labora elvét, vagyis jelmondatát, imádkozzál és dolgozzál, tette a magyarság számára. Fiához írt intelmeiben, amely az első magyar törvénykönyvnek része, a Corpus Juris Hungaricinek, asztrikérsek lehet a szerzője, illetve megfogalmazója, ebben több olyan dolgot is találunk, ami a magyar kor emberének, a mai kor emberének is hasznos jó tanácsot ad. Például a 6. pontban a vendégek befogadásáról ír, az akkori migránsok mondhatnánk most, mert a gyenge az az ország, amelynek egy nyelve és szokása van, Rómát is azt tette nagyjá, mert sok nemes és bölcs árad hozzájuk, különb és különb tájakról. Megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsd és bencsben tart. A fiak kövessék az elődöket, a mai vezetőknek is való jó tanács, a türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek zsarnokoskodnak. Az apostoli hitet őrizd meg, fiam. Légy becsületes, szemérmes és alázatos. Szent István királyunk ünnepét a kommunista rendszerben 1950-ben eltörölték. Hit és vallásos jellege miatt 1991 óta újból állami ünnep. Készült róla rockopera, színdarab, a legnagyobb állami kitüntetésünk a Szent István rend is az ő nevét viseli, Mária Terézia alapította még annak idején. A Szent Istvánt nem csak mi, hanem az ortodox bizánci keleti egyház, az egyház szakadás óta először nyugati szentet szentként ismeri el. 2000-ben Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka hirdette ki, a bizánci térítő püspökünkkel együtt, mert a magyarok először bizánci papoktól vették fel a kerességet. A mire a válasz, hogy mit ünneplünk augusztus 20-án az életet, a magyar, a kenyeret, mert az aratás befejeztével ünnepelték a földművelék az új kenyeret, amelyet a magyar ember, a buzát életnek nevezte, a mindennapi imánkban is benne foglaltatik a kenyér. Áldás vagy te, e kerek világban, neved benne van az imánkban. Éltető erő vagy az emberiségnek, nincs hely, hol nem ismernének. A kommunista rendszer csak az új kenyeret és a sztálini alkotmányt ünnepelte. Még egy adalék, Móra Ferenc egyik alkalommal kérdezte édesanyját, hogy édesanyám, mit teszünk estére? Édes fiam, mondta neki, kenyeret, héját és a bélét. Fogadják szeretettel, amit már ugye kiosztottak itt a lányok, de remélem még maradt is a kenyérből. Úgyhogy kóstolják meg az új kenyeret. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük Velkei Károly ünnepi gondolatait. Tisztelt ünneplők, mint ahogy kedves Károly is említette, mai napon államalapító királyunk mellett az új kenyeret is ünnepeljük, és ünnepségünk végén Kányádi Sándor versével szeretnék további szép ünnepet kívánni, és a haraszti búcsúhoz pedig nagyon jó szórakozást, és a vers után kérem, énekeljük el közösen majd a szózatot. Kányádi Sándor, nagyanyú kenyér. Búzát vittem a malomba. Hely, de régen volt, amikor még a küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó. Örült neki a ház népe, kivált nagyanyú. Sütött is az új búzából olyan kenyeret,
illatára oda gyűltek mind a gyerekek. Azóta is azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós, nagyanyó kenyér.